Játszanak a gyerekek a Tolnai Pittypang óvodában, szinte mindenki itt van a csoportban. A téli szünet után egészségesen, gyógyultan tértek vissza a lurkok. Az elmúlt hetekben nagyon nagy létszámmal hiányoztak a gyerekek, mostanra viszont intézményi szinten az óvisok 30%-a maradt otthon betegség miatt. Sajnos a vírushelyzet a pedagógusokat sem kíméli. A pedagógusok között is van, aki megbetegszik. Van köztük olyan, akik COVID-pozitív teszttel rendelkeznek, és ezért bezárták az óvodát. Valószínű, hogy a gyerekek ugye hordozzák a betegséget, és így kapták el, de vannak olyanok is, akik felső légúti megbetegedéssel vannak otthon, de negatív lett a tesztjük. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn, hiszen a jó levegőn folytatott fizikai aktivitás nagyban hozzájárul a szervezet ellenálló képességének növeléséhez. Sokat vannak az udvaron a gyerekekkel a pedagógusok, tehát amikor esik az eső, akkor nem, de amúgy kimennek velük, hogy levegőzzenek. A csoportszobákat is folyamatosan szellőztetjük, hogy mindig friss levegő legyen benn. Vannak csoportok, ahol vannak ilyen sóterápiás lámpák, azt is használják, hogy minél jobb legyen a levegő benn a csoportokban. A szülők, hát nem tudom, hogy mennyire alkalmazzák, mert a doktornő mondta, hogy annyira egymást érik a vírusok, hogy egy immunerősítő nem nagyon tud beépülni a gyerekek szervezetébe, tehát azt mondta, hogy majdnem, hogy felesleges, a D-vitamint javasolja, hogy azt szedjék a gyerekek. Tavaly november óta az intézményben fokozottabban figyelnek arra, hogy a vírus a falakon kívül maradjon. Erről is beszélt Németné Szűcs Melitta intézményvezető. November közepe óta nem lehet bejönni, amikor ugye elkezdődött újra a hullám. Nagyon együttműködőek a szülők, a beszoktatós gyerekeknek a szülei jöhetnek be a folyosóra levetköztetni a gyerekeket, hogy ők azért ne legyen olyan hirtelen az elválás a szülőtől, hogy az ajtóba veszik át őket. A nagyok, akik már régebb óta járnak, nekik azért pozitív ez, mert még önállóbbakká váltak, hogy ugye ők vetköznek le egyedül, meg öltöznek. Nyilván akinek kell, a dadusnénik ott vannak és segítenek. Üresen árválkodnak ezek az iskolapadok a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az iskola tanárjai és diákjai is otthon vannak. Most a pedagógusokat döntötte le lábukról a vírus, így a nagyfokú tanárhiány miatt a gimnázium kénytelen volt felfüggeszteni a tanítást és hazaküldeni a diákokat. A kialakult helyzetről beszélt Novotné Bán Erzsébet igazgató. Úgy döntöttünk a fenntartóval, az iskola fenntartójával egyetértésben, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken tanítás nélküli munkanap lesz, ami elsősorban persze a kollégákra vonatkozik. A diákok is azért tudnak otthon kicsit készülni. Erre azért volt lehetőségünk, mert májusban szokott lenni 3 tanítás nélküli munkanapunk, az írásbeli érettségi vizsgák alatt, de ez idő alatt akkor tanítani fogunk, és így előrébb hoztuk ezt a 3 tanítás nélküli munkanapot. A kollégák közül 10 betegedtek meg, többségük covidos, illetve valószínű mindenki, csak van, akit már nem tesztelnek, mert harmadszor oltották, és egyszerűen nem tudtuk helyettesíteni. Tehát 25 ember van összesen óraadók, 25-26 óraadókkal együtt, most abból 10 hiányzik, tehát nem jutott minden csoportba tanár, tehát azt pedig nem lehet, ez nem megoldás, hogy gyerekek egyedül ülnek az osztályba, és nézik a könyvüket, vagy olvasnak valamit, tehát ennek így nem sok értelme volt. Tényleg elmentek üresen az órák, hiszen 1-2 kollégát még lehet helyettesíteni, de 10-et már egyszerűen képtelenség. Gyerekek közül kb. 70-en hiányoztak tegnap a 280-ból, 290-ből, úgyhogy jobbnak láttuk, hogyha most akkor 3 nap nem szünet, hanem tanítás nélküli munkanap, és ezt májusban pedig majd elcseréljük, visszacseréljük és tanítani fogunk. A Vosinszky Mór általános iskolában ugyan van tanítás, de itt is van osztály, aminek a diákjai karanténba kényszerültek. Hát nálunk most egyetlen 1. osztályunk van karanténba, de folytatódik a jelenléti oktatás ebbe az osztályba is, hiszen akik oltással rendelkeznek és nincsenek tüneteik, illetve a kontaktnapon hiányoztak, ők továbbra is járnak iskolába. Takács Zita intézményvezető azt is elmondta, hogy náluk tavaly novemberben volt kiemelkedően sok a beteg gyerek.
Az őszi szünet után, mikor visszajöttünk, rá egy 3-4 napra tömegesen betegedtek meg a gyerekek, rengeteg szülő miatt is voltak tanulóink karanténba, és 12 pedagógusunk esett át ebbe a hónapba COVID-fertőzésen. Ott volt olyan problémánk, hogy nagyon nehezen tudtuk már megoldani a helyettesítést is, és ezért a Széchenyi Tagiskolába 3 nap igazgatói szünetet is kellett elrendelni. Az intézménybe csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni, a maszk használata kötelező a közösségi terekben, illetve kézfertőtlenítés és lázmérés is van az iskolába belépéskor. A tisztaságra és a fertőtlenítésre is fokozott figyelmet fordítanak.